Tehát üdvözöllek titeket a hallgatói fórumon, melyet a hallgatói hálózat szervezett itt Lágymányoson. A fórumot támogatja a HÖOK, az oktatói hálózat, illetve más szervezetek. A lényeg, hogy ez egy olyan fórum, ahol mindannyiótok véleményére kíváncsi vagyunk, és szeretnénk együtt megvitatni azokat a fontos kérdéseket, melyek felmerültek az új oktatáspolitikával kapcsolatban. Most átadnám a szót Kis Dávidnak, aki elmondja, hogy miről állapodtunk meg. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntök mindenkit, a jelenlévőket és a sajtóképviselőit is. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferencia nevében állunk most itt többen. Az elmúlt napoknak és az elmúlt heteknek a rendkívüli intézkedései, amelyeket a kormány hozott meg a magyar felsőoktatás ellenében, arra késztettek többünket, értem ez alatt a Magyar Rektori Konferenciát, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét, a Pedagógusok Szakszervezetét, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetét, a Hallgatói Hálózatot és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját is, hogy közösen lépjünk fel és közösen álljunk ki a magyar felsőoktatás jövőjéért és érdekében. Szeretném bejelenteni, hogy bár az összes szervezet, akinek a neve itt most elhangzott, más-más módon teszi a saját dolgát, de ugyanazokért a célokért küzdünk, és együtt kívánunk fellépni, és együtt kívánunk tenni azért, hogy a kormány megváltoztassa ezeket a gyalázatos intézkedéseket, amelyek a véleményünk szerint a magyar felsőoktatás és ezzel az egész magyar társadalom jövőjét veszélyeztetik. Szeretném azt is itt közölni, hogy most szerdán, december 12-én 16 órakor közös demonstrációra kerül sor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem főépületének aulájában, ahova mindenkit várunk, aki aggódik a magyar felsőoktatás jövőjéért, és aki szeretne kiállni és tenni azért, hogy megváltozzanak azok az elképzelések és intézkedések, amelyekről most hírt kaptunk. Megfogalmaztuk a véleményünket néhány pontban, következzenek ezek most. Fontosnak tartanám megjegyezni még, hogy a rendezvényt szeretnénk, hogyha a politikai pártoktól mentes lenne, mivel nem szeretnénk, hogy bárki is ránk telepedjen, és azért legyen itt, hogy népszerűséget gyűjtsön ebből az eseményből. És inkább azt szeretnénk, hogy konstruktívan teljen az a fórum. Mindenki azért legyen, hogy megváltoztassuk a felsőoktatási törvényt, felsőoktatási koncepciót. Most következő. Az oktatás reformjára szükség van. A kormányzat jelenlegi döntéseit viszont gúnyreformnak nevezni. Ami most folyik, az nem több pusztarombolásnál. Új, a magyar társadalom hosszú távú érdekeit szem előtt tartó oktatáspolitikára van szükség, mind a közoktatás, mind a felsőoktatás terén. Követeljük a köz- és felsőoktatás átfogó reformját, és követeljük, hogy ezeket a reformokat az érintettek bevonásával hajtsák végre. A kormány lényegében bevetette a tandíjat. A központilag meghatározott keretszámok kizárólag a kormány felsőoktatást illető homályos elképzeléseit tükrözik. A keretszámok évközbeni módosítgatása lehetetlen helyzetbe hozza a felsőoktatásba jelentkezőket, fittyet hány sok középiskolás sok éves kemény munkájára és álmaira. Januártól csak 10.480 diáknak lesz elérhető az ingyenes felsőoktatás, ami megszünteti a társadalmi mobilitást. A széleskörű felsőoktatás az egész ország érdekét szolgálja, mivel míg a teljes lakosság körében 11%-os a munkanélküliség, a diplomások között ez az arány csak 4%. A keretszámok drasztikus csökkentésével a kormány szembe megy az ország korábbi nemzetközi megállapodásban rögzített célkitűzéseivel, mely 40%-ra emelni a diplomával rendelkezők arányát. Követeljük, hogy minden képzési területen legyen államilag támogatott hely. Követeljük, hogy a végleges keretszámokat legalább egy évvel a felvételik előtt tegyék közzé, valamint követeljük, hogy legalább annyi államilag finanszírozott hely legyen a felsőoktatásban, mint amennyi a 2010-2011-es tanévben volt. Az állam olyan mértékben vonál forrásokat az oktatási intézményektől,
hogy az már nem csak a minőséget rontja, de az intézmények ellehetetlenülésével, teljes megszűnésével is fenyeget. Nem fogadjuk el, hogy a kormány gazdasági válságra indokolja a kivonásokat, forráselvonásokat, miközben látjuk, hogy ezeknek a pénzeknek a többszöröse millió és egy helyen ömlik ki a rendszerből. Nem ritkán személyes preferenciák által irányítva. A minőségi köz- és felsőoktatás és a széleskörű képzés az ország jövőjének egyik legfontosabb záloga. Követeljük, hogy ne lehetetlenítsék el az oktatást a forráskivonásokkal, és az oktatás színvonalának javítása érdekében nyújtsanak megfelelő anyagi támogatást mind a közoktatási, mind a felsőoktatási intézményeknek. Köszönöm. Nem látjuk értelmét, és felháborítónak tartjuk, hogy adminisztratív eszközökkel akarják itthon tartani diplomásokat. A hallgatói szerződés a személyes szabadság korlátozása. Ettől nem a foglalkoztatottság, hanem csak is az elégedetlenség fog nőni. Ez a szabályozás szembe megy az Európai Unió szabad munkaerő áramlásról vallott elveivel. Követeljük a hallgatói szerződés azonnali eltörlését. Egyetemeken véleményünk szerint nincs helye a kormány által kinevezett kancelláraknak és semmilyen más csinovnyikoknak. A kormány egyre kisebb döntési szabadságot ad az egyetemeknek. A rektorokat visszaköti a pénzügyhöz. A gazdasági döntésekért felelős kancellárok kormány általi kinevezése az egyetemi autonómia súlyos megsértése. A kancellárok a példátlan forráskivonások miatti leépítések és az intézménybezárások központilag vezérelt végrehajtói lesznek. Úgy gondoljuk, hogy az egyetemeknek biztos anyagi háttérrel a mindenkori kormányzat önkényes döntéseitől törvényileg védett, szakmailag és anyagilag független, választott vezetőkkel kell működniük. Autonóm, politikától független felsőoktatást akarunk, ezért követeljük az egyetemi autonómia tiszteletben tartását. A kormányzat galád módon nem csak minket hagyott ki a döntési folyamatokból, de még az érintett szakmai szervezetekkel és testületekkel sem egyeztetett. A helyzet tarthatatlan, ezért feljogosítva érezzük magunkat a... A ellenállásra, a felgyakorlásra, a valódi érdekvédelemre! Követeljük, hogy az ifjúságot rombadöntő intézkedéseket azonnal fejezze be a kormányzat, mert aki az ifjúság ellen cselekszik, az a haza ellen tesz. Kérlek a dolgokat! Tiltakozó akcióink sorozatát addig nem fogjuk abba hagyni, míg a kormány meg nem hallgat minket, és nem teljesíti követeléseinket. Nem alkuszunk meg, lefektetett elveinkhez hűek maradunk! Ez az öt pont egy iránymutatás. Erről az öt pontról fog most szavazni a fórum, hogy egyetértenek ezekkel a pontokkal, nem értenek egyet, vagy valamit megváltoztatnának bennük. És bemutattam már Kis Dávidot, hantassam be Turai Esztert. Hello! És jó, a kis szó 3-3-at mi a hallgatói hálózattól voltunk.